Hello, Bello! Erről a koronaparáról szeretnék egy pár szót szólni, mert és volt egy videóm, hogy ugye nem engedtek be Rokart, Forma 1-es pilótát keresek roadshow-ra a gyerekemmel, hogy oltatlanok vagyunk, ugye egészségesek. Háborúvá fajult a dolog, oltás, nem oltás, nekem tök mindegy, hogy oltott vagy, vagy oltatlan, csak a megkülönböztetésre szólt ez, hogy az miatt nem lehet. De ha már itt tartunk, oltott, hogy tényleg abba reménykedsz, hogy ugye volt már sokféle nátha, influenza, és védőoltás 50 év alatt se sikerült kifejleszteni. Most jött egy COVID-19 nevű vírus, ami ellen pikpak kisikerült nekik fejleszteni valamit, csak ez ellen. A többit még mindig nem tudják. Tegyük fel, hogy sikerült és hat. Én nem hiszem el, ez a véleményem, ez nem hír, nem álhír, hanem ez a véleményem. Ha arra nem tudtak, a többi náthára, szerintem erre se. Nem hír, vélemény. De egy dolog, ami megvéd a Covid-tól, az az immunrendszered. Miért nem edzett? Szerintem, ugye? Nem pedig, ha sikerült is valamit kifejleszteni. Tegyük fel, hogy sikerült, tegyük fel, hogy majd találkozol az igazi vírussal, akkor reagál a szervezeted, mert ugye ismeri, ez a lényeg, ugye? De amúgy meg én rajtam átvent többször, és semmi. Komoly sportolókon átvent úgy, hogy észre se vették, úszók, vízilabdázók, olimpikonok, kötelező teszten derült ki, hogy hát, covidosak, karantén, meg stb., de semmi bajuk nem lett, szerintem, ugye? Viszont, hogy most itt ez a nagy oltakozási dolog, hogy most beoltatod magad, tegyük fel, működik az oltás, tegyük fel, hogy majd ismerni fogja a szervezeted ezt a vírust, de akkor is az immunrendszerednek kell kivédeni, hogy ezt se egészen értem, hogy hogyan van az, hogy covid halottakat számolnak, hogy miből tudjál, mi az, hogy abba halt meg, hogy nem tudom, mit tudom, 5,5 millió meghaltak a Földön ebből a 7,6 milliárdból eddig, amióta létezik ez a vírus. Hát ez egy nagyon kis százalék szerintem megint csak. Éhségbe, háborúba, emberi kegyetlenségbe sokkal több ember halt már meg, de ez is mindegy, ez is csak szerintem. Aztán mégse edzetek. Na ezt akartam kinyögni. Amikor én 6 éve mondtam, akkor egy 110 kilós malac voltam, és alig bírtam fölmenni a harmadikra a lépcsőn lassan, mert kiköptem a tüdőmet, hogy ez így nem lesz jó, mert jön valami kis betegség, aztán elvisz. Hogy nem ilyen igénytelenül kéne élni, hanem az egészséggel kéne foglalkozni. El kéne kezdeni edzeni, egészséges életmódot folytatni, egészségesebb kajákat enni. Egy-két diétát akkor úgy csinálni, ahogy kell. Például a ketogén diétát, amikor csináltam, néztetek a ketós videót, nem úgy, ahogy a Norbertünk, ugye, mert ő neki az volt az elve, hogy a Norbiliszt, ha Norbiliszt, akkor eheted. Nem ehetsz szénhidrátot ketó alatt, mert hát annak rossz vége lesz. Reméljük jobban vagy Norbi. Ketó csak úgy működik, hogyha tényleg szénhidrátmentes vagy, és 60-90 nap nem lehet tovább. Ez nem egy életmód, ez 60-90 nap szigorú zsír, és utána egy, de inkább 2-3 évig ne is nézzél rá a zsírra, hanem rostdús, fehérje, szénhidrát, zsírarányban, de a zsírok azok meg ilyen omegák legyenek inkább, meg nem telített zsírsavak. Nézzetek utána, az egészségesen étkezzetek. Meg ne az legyen, hogy idén nyáron is az volt, hogy kim vagy a Balatonon, aztán zabálod a lángost, a csodák szó, ha hízol, meg minden bajod van, és akkor azt mondod, hogy a Covid ölt meg. Nem. Az igénytelenséged, amivel sok-sok év alatt a szervezetedet tönkretetted, magadat ölted meg, a sok betegség, a mindent, amit fölhalmoztál az elhízással, a cukorbetegség, az ízület és a többi. De miért nem edzettek? Szóval a legfontosabb az nem is a kaja, fontos, hanem a mindennapi edzés. Egy órát tekerj minden nap, de úgy, hogy a pulzusod a nyugalmi kétszerese legalább legyen átlagba. Ugye veszel egy pulzusmérő órát, megméred, amennyi, mondjuk 67, akkor 130-as átlagot mérje az egy órás edzésbe. Ebben vannak 160-70-es pulzusmaxok. Ez fáj, ez kellemetlen, ez nem vigyorgós. De szerintem megéri, mert ez erősíti az immunrendszered, így fogod megúszni a Covidot is, szerintem, hogyha az immunrendszered legyőzi, és semmiképpen nem úgy, hogy valakik hirtelen feltaláltak egy védőoltást, ami véletlenül sem úgy működik szerintem, hogy az megvéd cukorbeteg, elhízott, igénytelen életmódot folytató, úgymond öngyilkos életmódot folytató embereket. Mert nem véd meg, szerintem. Az oltás, ha működik is, ez a működik is, ez megint a véleményem, ahogy mondtam, az arról szól, hogy a szervezeted, az immunrendszered, ha van, ha nem csesztett tönkre, akkor tudjon reagálni majd. Legyen úgy, hogy működik. De miért nem edzettek? De akkor is, ha öngyilkos életmódot folytatsz, ha nem edzel semennyit, csak fekszel egész nyáron, amikor ráérsz, és zabálod a lisztet, a lángost, a pogácsát, a kiflit, nem ettem sokat, csak lángost, meg pogács, hát azt ne egyél,
egészséges életmód. Kaja, meg mozgás. Ott van a Balatonpart, például mindenkit hol láttam? A lángos sütőni non-stop. A street workout pályán mindig volt hely, tudtam edzeni minden nap. De miért nem edzetek? A futópályán minden nap volt hely. Az utakon bringázni mindig van hely. Mindig tudsz mozogni, mindig tudsz edzeni, mindig tudsz tenni az egészséged érdekében, mindig tudsz normális kaját tenni, de nem teszed. Ugye sokkal könnyebb azt mutogatni, hogy oltatlan vagy, oltatlan. Te vagy nekem a veszélyes. Miért vagyok én neked veszélyes? Áruld már, azért, mert egészséges vagyok? Azért, mert az én immunrendszerem az kiköpi ezt? Szóval, hogy szerintem te vagy a veszélyes. Önmagadra vagy veszélyes. Azért, mert hülye vagy. Azért vagy veszélyes. Mert attól, hogy beléd szúrtak valamit, ami szerintem nem tudom, hogy mi, attól nem lettél Superman, attól nem kerülött ki az életmódod által okozott dolgokat, attól ugyanúgy cukorbeteggé válsz, attól ugyanúgy dagadt vagy, attól ugyanúgy szétmennek az ízületeid, attól ugyanúgy az összes többi elhízás okozta betegséged meg lesz, attól ugyanúgy sztrókot kapsz, attól ugyanúgy minden bajod lesz. Szóval szerintem inkább próbáljatok meg egészségesen élni, és akkor talán... De miért nem edzetek? Én tudom, miért nem edzetek. Mert azért ez egy kicsivel nehezebb, ja nem, sokkal, mert akaraterő kell hozzá egyedül, és az nincs, mint mutogatni, meg egy oltásba hinni, és tespedni, össze-vissza zabálni, nasizni, azt nézni, hogy két időskorú hova rakta a kitonilt a gombás lábkörmére, az sokkal könnyebb közben chipset zabálni, és mutogatni, hogy oltatlan vagy. Mint elmenni edzeni minden nap, és nem három hónapig, amíg ezt kiposztolod, hanem úgy életed végéig, ez egy életmód. Nem kéne azzal foglalkozni ez helyett, hogy egymásra mutogatunk, meg kordonokat állítunk, hogy oltott meg oltatlan. Mert hogyha a te álláspontod működik, tegyük fel, működjön az, hogy kaptál egy szurit, Superman vagy, akkor meg mit fosol attól, hogy bárkitől bármit elkapsz, nem? Mert hogy én nem vagyok Superman. Nem, én edzek, én egészséges vagyok, én így látom, csak ezt akartam mondani, hogy és abszolút nem idegesít, hogy kordon volt, meg... Ugye kórházba se vehetsz, mert nem látnak el, ha nem vagy oltott, csak oké, ezt is megértem, csak miért fizetek TB-t, ugye? Vagy ha ilyen rendezvényekre, tűzijátékokra nem mehettek, akkor miért fizetek lakásadót, házadót, kommunális adót, amit erre költenek, ahova nem mehetek, ugye? Egyébként Kaposváron ezt nagyon jól megoldották, a kordonon kívül meg belül is lehetett látni a koncerteket. Csak azért vicces volt, hogy be voltak kerítve az oltottak. És ez a megkülönböztetés az egy kicsit vicc, ezzel már próbálkoztak régen is. Aztán jó pár éve küzdött az emberiség ez ellen, most megint itt tartunk. Ez megint csak a véleményem. Ha nem edzetek, nem lesz immunrendszeretek, akkor aztán csinálhattok bármit, mutogathattok egymásra, attól nektek nem lesz jobb. Illetve egy dologtól biztos jobb lesz, ha feliratkoztok. Na, csumi, megyek edzeni inkább.